da malo da pričamo o prošlosti. Počeli smo sa Ašotpalom Bački vinogradi i ovo je jedan veoma lep uvod, da već tako kažem, za ovaj naš drugi projekat, Bajmo Bačal naš, gde ne, doduše ne otvaramo sada novi granični prelaz, jer to već postoji. Ali ćemo uslove u mnogome poboljšati. Naš deo je tu da izvršimo sanaciju poveznog puta do graničnog prelaza. Srpska strana će biti otprilike 6 km asfaltiranje i sanacija puta. Kao što ćete videti iz moje prezentacije, taj put je prilično lošem stanju. Mađarska strana isto će izvršiti asfaltiranje, znači izvođenje radova. Reda veličina, ovaj projekat je 1.600.000, preko 600.000 eura. Sama donacija je 1.400.000 eura. Od ovoga veoma lep partnerskim odnosom, mi smo skoro preporobili sa mađarskim partnerom na iznos. Grad Subotica od donacije dobija skoro 800.000 eura. Pritom moram da kažem da i sam grad mora da se potrudi, jer sopstveni deo 15% je priličan iznos i to, znači to je preko 130.000 eura. Vremenski ovaj projekat počinje od 1. marta ove godine, traje 18 mjeseci, završava se 31. avgusta 2014. Nadam se da će i ovaj projekat biti uspešno realizovan i nadamo se da će doprineti za razvoj tih pograničnih teritorija i da će ljudi uživati u ono što će se realizovati sa ovim programom i da će koristiti ovaj put skoro svaki dan, jer ovako se koristi, ali ako budemo bolji kvalitet, onda sigurno će više njih koristi na za ovom nastavnom značaju. Grad Subotica, kao što dobro znate, već više projekata radi, u tim godina radi na projektima prekogranične saradnje i tu smo zaista našli na jednom konkretnom razumevanjem sa kolegama i partnerima u Mađarskoj. I mislim da i ovaj projekat koji je tu pred nama, jedna spona, kao što je taj put koji će se trajiti, takođe jedna spona između nekih prethodnih sadržaja ima projekata, a kao što znate, Republika Srbija je stekla status kandidata, krenuće se u pregovore sa Evropskom unijom i onda očekujemo da će ipak prekogranična saradnja će se obogatiti kroz treću, četvrtu, petu komponentu. Znači, tu će grad sa svoje strane učiti sve raspoložive resurse da svi ti projekti budu na vreme osmišljeni, da budu pripremljeni i da blagovremeno možemo da učestvujemo u partnerstvu sa kolegama iz Mađarske i na ovo znamo i koristiti za dvojstvo. Mogu samo jednu kratku stvar da kažem, tako mi je da ovdje u pitanju put. Obzirom da, eto, mom nekom malom zbogu životom tjetka me naučila da sreća potiče od toga sresti se sa nekim. Da bi se sreo sa nekim, moraju postaviti da je razne putevi odnosi. I mislim da je čak i simbolično što u ovom periodu radimo projekat izgradnje puta, odnosno sanacije puta, potvrđujemo da ta saradnja postoji, da se susreti postoje, da imamo sve uslove za srećan život. I u tom kontekstu bi mogu samo da kažem da mi je drago da će se nastaviti i ovaj put da se radi i očekujem ime grada i ovog gradonačelnika tima da ćemo mnoge puteve zajedno izgraditi, jer samo je to preduslov jednog života koji vredi živjeti jednog načina kako da se susrećemo i da prepoznajemo jednim drugima te osnovne ljudske vrednosti i ono za čega je grad posvećen, da u ovom gradu ljudi takođe prepoznaju kao ambijent koji je dobro za življenje i sa druge strane da naši prijatelji, kolege i partneri iz Mađarske ovde prepoznaju iskrene ljude i ljude koji su u nameri da obogate zajedničan život. Evo vam pogledala Baja za ovom ozvoliti papaja za 5 tijela, da bi bilo ti teško je
jelentést összekötő út, közvetlen összekötő út fog jelentősen megújulni, úgyhogy más-más hajó testvérvárosok. A múltban nyúlik a kapcsolatunk, igyekszünk a mindennapos szintjén is a sport, a kultúra, az iskolák, a fiatalosság, de akár a szakrendelővel kapcsolatban, vagy a gazdasági kapcsolatok tekintetében is. Igyekszünk a két település kapcsolatát minél jobban élővé tenni. Nem szeretnék annyira hosszasan beszélni, de meg kell, hogy említsen, hogy aki Bácsalmásnak, Bácsalmási kis térségének, Bácsalmási térségének a történelmét, közelmúltját ismeri, hogy ezzel kapcsolatos cikket, könyvet a kezébe vesz, hát ekkor sajnos szembeződik, hogy az előző 50-60 évvel ezelőtt történetek a mai napig, események a mai napig sajnos komolyan éreztetik a hatásokat, amikor is gazdasági, rokoni, baráti kapcsolatok szakadtak ketté. Amellett, hogy tisztára szeretünk lenni a múltunkkal, természetesen a jövő felé figyelünk, a jövő felé tekintünk, és ezeket az akkor szétszakadt kapcsolatokat, a mindennapokon sokat dolgozunk azért, hogy a szétszakadt vonalon mind a két felét erősen tartsuk és összekössük. Ennek a pályázatnak, ezzel a pályázattal kapcsolatban a gyakorlatban Bácsalmás város önkormányzata tulajdonképpen nagyon kellemes szerepet tölt be, hiszen magában a pályázatnak elszámolásában, kivitelezésében pályázó két közvetlenül nem jelenik meg. Az is viszont Bácsalmáson keresztül vezet, tehát ennek pozitív, hogy úgy mondjam, kicsit furcsa kivitelezésre pozitív elszenvedői leszünk. Az út mindig egy lehetőség. Önmagában idézőjelben csak egy lehetőség. De hétköznapokban ez tartalommal meg legyen töltve, és minőnök forgalom legyen, és tényleg ott említettem már a fiataljaink, de akár üzleti kapcsolatok is ezen keresztül jöjjenek létre, illetve a mindennapokban ezen keresztül történjenek. Ez már a mi felelősség. És még egy picit túlmutatva ezzel a konkrét pályázatban, az előttem szólókhoz csatlakozva, elég sok energiát most abban fektetünk abban, hogy a 2014-2020-as uniós időszakra felkészüljünk, ennek most van itt az ideje. Bács-Kiskun megyére lebontva gyűjtjük a projektötleteket, és külön fejezetet nyitottunk a határnál ötletekre, projektötleteknek az összegyűjtésére is. Többen úgy érzem, hogy nem a helyén kezelik megfelelő súlyjal a projekt ötleteknek a gyűjtését. Nagyon komoly feladat és nagyon komoly munka ez. Úgy tűnhet, hogy ha kimarad egy adott ötlet, az talán még pótolható, nagyon nehezen pótolható. Tehát az ötleteket most kell összegyűjteni, mi a határ mindkét oldalára együtt gondolkodni, mert ami nem kerül be most ötlet, az a következő 6-7 évben nagyon nehezen, vagy inkább azt mondom, nem is fog megvalósulni. Ebben a megyei önkormányzat egy komoly szerepet vállal, és hát ebben minél több párbeszédre és minél több konzultációra lesz szükség. Én nagyon örülök, itt lehetek is részese lehetek a megvalósuló pályázatnak a kitorrendezményének, és remélem, hogy nagyon hasznos lesz a település, és inkább úgy mondom a két térség életében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen, hogy a nemzeti infrastruktúra fejlesztő ZRT nevében a cégünk, mint a neve is mutatja, az út és vasút fejlesztések gazdája hazánkban. Ez a életvitelszer munkánk. Tehát én azt gondolom, hogy az előttem szóló ennek a fejlesztésnek, amelynek a kezdetét most ünnepeljük. Sok vonatkozását megvilágították már. Az én feladatom meg kompetenciám pedig talán az, hogy ennek a fejlesztésnek a szakmai hátterével kapcsolatban garantáljam az önök számára, hogy nem az infrastruktúra fejlesztő szakmailag, több mint 300-as létszámával, több éves tapasztalatával, nagy projektek építettői feladatok ellátásával rendelkezik azzal a tudással, ami garantálja, hogy
ennek a fejlesztésnek a végrehajtása is ilyen nehézségekkel, ha jár is, meg lesznek volna szép magyar mondata, szép szófordulata mondata, tehát meg fogjuk tudni oldani őket, és mielőtt az eredményt élvezheti a érintett területek közönsége. Engedjék meg, hogy csak egy személyes élmény formájában érzékeltesen önöket, mennyire fontosak ezek a tulajdonképpen országos volumenben nem nagy pénzügyi kerettel rendelkező projektek. Ide Szabadkára jövett, mi nem közként, nem Tompán, hanem az Ásatal királya, ami határát kerüljön, jöttünk át. Könnyen, gyorsan, ceremónia mentesen. Én még már az életkorban vagyok, talán egyedül a teremben, aki amikor egy határt átlép, akkor önkéntelen is a kulcsa viselés, vagy várakozás, vagy ne a Isten félelem lesz rá rajta, most ez most nem tudom így. És azt gondolom, hogy ez a jó, és hogy egyre több helyen, egyre könnyebben, egyre magától értetődőben tudjuk ezeket a határokat átjárni, legyen a következő településekhez, Szabadka még közelebb legyen, és természetesen két település, melyek közvetlen és jó minőség kapcsolat teremtő, még közelebb legyen. Tehát kívánom mindannyiunknak, hogy ezáltal a projekt által is a határ elválaszolván összekössen bennünket, és reméljük, hogy ahogy a múltban megvalósul sikeres projektek, hogy ez is zökkenőkösen lezajlik, és utána a következő feladatot kereshetjük magunknak, mint belőlük elhangzott. Mert biztos, hogy mindenféles pillanatokkal valamilyen csak ki kell emelni egy sikerindítást, és most meg emeljük a befejezést is, de a következő perc, vagy a következő nap már annak kell a szent előtt, hogy előre nézzük, és meghatározunk, hogy mi az, amit még tovább tehetünk. Kívánok ehhez mindannyiunknak jó egészséget, munkakedvet, mielőtt sikeres befejezést és a jó céljainak megfogalmazását. Köszönöm mindenkinek. Bácsa Almás és Bajnik esetében elmondhatjuk, hogy a két település régi államból megvalósulni ellen a projektunknak köszönhetően, hiszen a régió lakosainak eddig is igyekeztek biztosítani a határátkelőkön mind könnyebb átjutást, amit az új aszfaltéknek megköszönhetően vélhetőleg még több polgár számára lesz vonzó átkelőhely. Azt is elmondhatjuk, hogy amikor mindannyiunk álma egy határátkelőkön közös Európa, az ilyen és a hasonló jellegű utak felújítása, kiépítése még nagyobb jelentőséggel bír. Amikor a pénzeszközök észszerűsítéséről, a kiadások csökkentéséről beszélünk, mindenképpen fontos szerepet kapnak a minőségi utak, hiszen ezáltal felélődhetnek a térségben már eddig is működő üzleti kapcsolatok, sűrűsödhetnek a rokoni, baráti látogatások, hozzájárulva ezzel már eddig is meglévő, még szorosabb együttműködéshez. Bízva abban, hogy az utak valóban összekötnek bennünket, kívánok sok sikert mindannyiunknak a projektünk megvalósításához, és kívánom, hogy minél több polgár használja majd ezt az utat a határ mindig oldalán. Ez a hosszú nevű titkársághoz tartozik a közlekedési közlekedésre, a közúti közlekedés és mint felelősségi területen a tartomány. Most nagyon örülünk annak, hogy utak újulnak, felutak épülnek a tartomány, és köszönjük munkát Szabadka város önkormányzatnak és a projekt csapatnak, illetve partnereik is segítik az ilyen jellegű fejlesztéseket a tartomány területén. Örök számunkra az, hogy amikor most már szinte körbevezve minket az Európai Unió, és nem csak képletesen, hanem gyakorlatban is mindent az Európai Unióban vezet, akkor ilyen léptékű fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Az első az, hogy ugye a önkormányzat egy városi községén, ugye
tartom egy fölkészült arra, hogy a szerbia integrációnak előre haladtával a rendelkezésre álló forrásokat kihasználjuk, hiszen ez a fejlesztés is igen nagyértékű fejlesztés, úgyhogy hogy a tartományos nagyértékű vasúti fejlesztésben fogok bele, azt jelenti, hogy megvannak a szakemberek, az elképzelésünk, a projektjeink ahhoz, hogy a kínálkozó lehetőségekkel éljünk, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljünk, és mindenkinek jó munkát kívánok, és sok sikert ehhez, és az összes többi projekt az elejénél bizony valamelyik helyzet ahhoz, hogy úgy tudom, hogy Szerbiát vagy a sajnálom keresztül megnőződésem szerint Európai Unióba fogja vezetni. Köszönöm szépen, meghallgattak. Mi u Sekretarijatu za financije pratimo projekte naših jedinica lokalne samouprave, pratimo kako u finansijskom smislu, tako i u smislu problema koje oni imaju u sufinansiranju, odnosno prefinansiranju tih projekata. Na taj način nam je bilo zadovoljstvo i prošle godine da pomognemo kancelariji lokalne ekonomske razvoje u Subotici, tako što smo prefinansirali, odnosno sufinansirali dva projekta njihovih indirektnih korisnika. Pored toga, pored ta dva projekta, Pokrajinska sekretarija za financije prošle godine, zagledavajući upravo probleme jedinica lokalnih samouprava u obezbeđenju sredstava za sufinansiranje, odnosno prefinansiranje sa jedne strane i potrebu da povuku što veća sredstva iz pretpristupnih fondova, u stvari svojim sredstvima od 70 miliona dinara podržao 26 projekata, u pitanju je bilo 13 projekata jedinica lokalne samouprave i 13 projekata naučnih institucija. Međutim, mi smo voljni i dalje da pomognemo kako u finansijskom, tako i u nekom organizacionom stručnom smislu. Naši propisi još uvijek, nažalost, nisu ispratili potrebu Republike Srbije da povuče sredstva, odnosno da se ta sredstva data na ime predfinansiranja ne posmatruje kao klasična pozajmica našim jedinicama lokalne samouprave, nego se posmatraju u smislu podrške budžetskog sistema cele Republike da ispuni međunarodnu preuzetu obavezu Republike Srbije okvirnim sporazumom da ispuni tih 15% svoje obaveze i da povuče što više sredstava iz pristupnih fondova. U tom smislu nama stoji borba, u stvari da se borimo da mi promenimo nešto u našem zakonskom okviru, da promenimo mišljenje Ministarstva financija koje nije nama dalo baš pozitivno mišljenje u vezi toga što smo davali sredstva na ime prefinansiranja, jer smo rekli da je to klasična pozajmica i da pozajmice mogu da daju samo banke. Znači, mi smo otvoreni za svakodnevnu saradnju. Evo, zajedno sa jedinicama lokalne samouprave da se u ovoj godini i u sledećim godinama borimo i da svi zajedno iskoristimo ove fondove na najbolji mogući način i da u stvari u regionu autonomne pokrajine Vojvodine povučemo što više sredstava iz pretpristupnih fondova. Nekako dolazimo do trenutka kada u ovom programskom periodu od 2007. do 2013. godine mi polako sabiramo utiske i iako mi pojedinim projekte su još preostali da odrade veliki deo posla, ali sada već možemo reći da je u tri poziva u ovom programskom periodu na teritoriji Vojvodine od strane preko 200 institucija kroz preko 200 projekata apsorbovano više od 45 miliona eura kroz upravo ovu drugu komponentu i kroz program prekogranične saradnje sa Mađarskom. Meni ostaje samo da se uzdam i da podržim da na neki način pružim podršku moje prethodne govornici u istrajnosti i borbi za onih 15% koje su, jel tako, obaveza predfinansiranja od strane institucija. I onda ako ne govorimo o institucijama poput opštine ili nekih fakulteta i krenemo da govorimo o nevladinim malim organizacijama ili sportskim klubovima ili kulturnim institucijama, onda tek znamo koliko to veliki problem predstavlja. U ovom trenutku u implementaciji je preko 60 projekata na ovom trećem pozivu. Mahom su svi započeli svoje aktivnosti. Ja i ovom projektu želim uspešnu implementaciju i da uskoro novim putem preko graničnog prelaza Bačan Laš Bajno možemo da nastavimo naše putovanje ka toj Evropi.
tisztelt egyébként Karin, örömmel üdvözlök mindenkit a Szerbiai Európai Integrációs Iroda nevében és a Magyarország Szerbia határon átnyúló program közös szakmai titkárság nevében is, és sikeres projekt megvalósulást kívánok mindenkinek.